Közel 8 éve jött létre az Abonyhád Majoson található vadfarm, amely több mint 50 gímszarvasnak ad otthont. Szőcs Balázs, a vadfarm tulajdonosa azt mondja, már gyerekkora óta állatokkal foglalkoztak, azonban idővel valami különlegesebbre vágyott, így jött az ötlet, hogy a vadtartással is megpróbálkozzon. Ez akkor ez a terület, ez egy nádas, mocsaras terület volt, amit először lecsapoltunk, majd bekerítettük, és hát 7-8 éve az első vadállományt betelepítettük. Először vaddisznókat, 26 kocával kezdtük a tenyészetet, majd a sertéspest is, illetve a jogszabályi változások miatt ezt a részleget lecsökkentettük, jelenleg csak 6 kocánk van, de emellett párhuzamosan a gímszarvas állományunkat betelepítettük, és most már jelenleg 50-55 gímszarvassal tevékenykedünk. A család életében mindig is központi szerepet játszott az állattartás. Régebben marhák voltak, házi disznó, így az állat szeretete és az állattartás az mindig is közel állt hozzánk. Maga a vadfarmot egy mezőgazdasági földút mentén található, így az ide látogatók, akik sűrűn vannak, azok sűrűn jönnek és nézik is, főleg hosszú étvégeken, illetve amikor jobb idő van. Változó az idő, reggel mindenféleképpen etetést, van egy fő alkalmazottunk, aki a napi feladatokat ellátja, illetve mellette vannak a szántóföldi kultúrnövényeknek és kaszálóknak a kezelése. Ez az én feladatom. Van, aki bejelentkezik, szól, de nagyon sokan járnak erre, turisták, kutyasétáltatók, akár csak futók, terepfutók, nagyon sokan jönnek erre. Mind a környező településekről, mind messzebbről. Bár egy kifejlett gímszarvas súlya elérheti akár 250 kg-ot, mégis egy rendkívül félénk állatról beszélhetünk, mondja a gazda. Gímszarvas bika az első évben még spíszer, akkor csak egy vagy egy villásagancsot, vagy csak egy dárdásagancsot rak, és utána évről évre egyre nagyobbat. A szabad területen 15-16 kilónál nagyobb agancsot nem raknak, itt zárt térben 15-20 kilós agancs sem ritka. A gímszarvas az egy kényes állat, stresszes állat, nagyon vigyázni kell velük. Mi az állatokat altatásmentesen kezeljük, nem bódítjuk, nem altatjuk őket. Van erre egy befogó épületünk, befogó ketrecünk, abba kezeljük őket, vérvételtől kezdve vitamininjekciókig, bármit abba el tudunk látni, tehát stresszmentesen teljesen tudjuk őket kezelni. A gímszarvas csoportokban él, napközben rendszerint védett helyen pihennek, este indulnak táplálkozni. Legelő állatfaj, táplálékát nagyrészt lágyszerű növények teszik ki, de tavasszal a bokrok és fák rügyeit is szívesen fogyasztja. A természetben körülbelül 12-15 évig, zártéri körülmények között akár 20 évig élhetnek.